1944-ben többek között 381 ártatlan zsidó gyereket is elhurcoltak a németek Győrből, nekik állít már évek óta emléket ez az oszlop az egykori zsinagóga udvarán. A deportálások során senkit sem kíméltek, Győrből és környékéről több ezer embert vittek haláltáborokba, ahonnan csak kevesen tértek haza. Ezekre az eseményekre emlékeztették a középiskolásokat egy konferencia keretében. Minden, amit a magyarországi történelemről tudunk, az a kezdetektől fontos ahhoz, hogy a fiatalok olyan identitást kapjanak a hazájukban és a nagyobb közösségükben, az emberiség nevezetű közösségben, ami stabil és igaz tartalmú. Ez a szembenézés és emlékezés, ez egyrészt tanítja a történelmet, és tanít emberséget. Ez a korosztály fogékony a történelemre, a deportálások pedig a magyar történelem része. Erről beszélt a Győri Pedagógiai Oktatási Központ vezetője, aki kiemelte, fontos, hogy a fiatalok tudják és értsék is, mi történt 75 évvel ezelőtt. A mai napon az emlékezés és a tanulás helyszínén szervezett konferencia jelentősége nem csak az igazságszolgáltatás a történelem felé, hanem a következő nemzedék jobb jövőjének biztosítása is egyben. Egy olyan jövőjé, ahol senki sem találja szembe magát a gonoszsággal, egy olyan világé, ahol a szenvedést nem hagyják figyelmen kívül, ahol a diszkriminációt, a gyűlöletet és a sötétséget előzik, ahol ezek örökre ellenőrzik. Az emlékkonferencia házigazdája híradónak azt mondta, reméli, hogy a főváros után a vidéki fiatalság is fogékony lesz erre a nehéz, de fontos témára. Az itteni valóságról tudniuk kell, hogy a zsidóság milyen szerepet játszott Győr életében, hogy velük együtt élő magyarok milyen szerepet játszottak az életükben, beleértve a bűnöket és beleértve a természetesen a pozitív jelenségeket, különösen a vészkorszak idejében. Ez a felelősség azért is komoly, mert úgy kell nézni a zsidóra, mint bárki más emberre. Az emlékkonferencián elhangzott egy most 94 éves túlélő szerint, aki megjárta valamelyik haláltábort, annak két élete van. Egy haláltábor előtti és egy azutáni. Ez pedig mindent elmond az akkori borzalmakról, fiatalabbak és idősebbek számára egyaránt.